Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a rövid hírünk a beszélgetésünk előtt, hogy a Balatonfüred ellen megszerezte első győzelmét a MOL Fehérvár második csapata az MB3-ban. Vendégem pedig Toldi Gábor, az együttes vezetőedzője. Szervusz, köszöntelek és gratulálok, itt volt az ideje. No, köszönjük. Egy rendhagyó módon egy rövid történetet mesélnék el. Az 1970-es évek elejét írtunk, amikor Sárszent Mihályra megérkezett a Sárétvidék Áfész új elnöke, aki nem volt más, mint a fiatal és rendkívül agilis, illetve hozzáértő legenda, Demján Sándor. Egyik napról a másikra ugye a Sárétvidék Áfészből és a Székesfehérvári Konzum Áfészből lett a Gorzium Áfész, majd úgy döntött, hogy már az akkori mecenatúra, hiszen már létezett, legalábbis az ő fejében mindig, hogy épít egy olyan futballcsapatot Sárszentmihályon, a Gorzium Áfész akkori központjában, amire majd csodára járnak Fejér megyében. Így is történt, először is Bódi Feri bácsi, azt hiszem a nézőknek is nagyon sokat mond, hiszen a MÁV elére legendás edzője volt, őt csábította oda. Vele feljutott az együttes 72-ben, 71-72-es bajnokságban a megyei első osztályba. Majd elkezdtek jönni azok a játékosok, akik aztán a megyei első osztályban is fantasztikusan szerepeltek. Nagyon sok néző volt, ma már el sem tudják képzelni, hogy a parkerdő pályáján olyan 800 ezer néző volt, és ez nem volt másnak köszönhető, mint hogy a Feri bácsi után megjött Pec Pataki László. Pataki latyaként ismerte mindenki, hiszen az Újpestben remek pályafutást futott be a 60-as évek közepén, többek között Bekelöndön játszott a Benfica ellen. Majd a latya elkezdte hozni a játékosokat a MÁV előréből és az Ikarusból, ami akkor Alba Régia volt ugyanúgy, mint manapság. És akkor mondom azokat, akiket hozott. Vásárhelyi, aki egy ragyogó kapus volt, Ribi Karcsi egy nagyszerű középsővédő, Jancsek Bandi centert játszott, és volt két középpályás, akik fazont szabtak, az akkori megyei első, nagyon erős megyei első osztály volt. Az egyik a Mezővári Józsi, aki már nincs köztünk, ugye ő volt az Ikarusz atya, ha úgy tetszik, és bizonyos Toldi Nándor. Ő volt az édesapád, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle, hiszen én sárszentmihályi kölyökként nőttem fel, és hát néztük, hogy mi minden történt. Ezúton is a Nándinak jó egészséget kívánok, hiszen azért napról napra találkozunk. Tehát az édesapádról van szó. Pontosan ezért az első kérdésem bizonyos értelemben eleve elrételés volt, hogy futballista leszel? Azt gondolom, hogy én ebbe születtem bele, ugye nyilván édesapám révén, ahogy említetted, és a futballpályán töltöttem az életemet. Ennek köszönhetően nyilván ez az időszak még nincsen meg számomra, hiszen csak elmondások alapján akkor én még nem éltem, de a későbbiek folyamán mind-mind követtem az ő pályafutását. Ha öreg fiúban futballozott, akkor mindig ott toprogtam az öltöző környékén és a futballpályán, tehát valószínűleg ebbe belenőttem, és nyilván nekik köszönhetem azt, hogy a labdarúgás irányába indultam el. Mikor kezdődött a pályafutásod kicsiként? Hát, ha jól emlékszem, akkor 7-8 évesen iskolai fociban kezdtük el. A Tóvárosi iskolában volt egy ilyen bajnokság, és ott szúrtak ki mindjárt az első mérkőzésen Ágoston Sanyi bácsi, az első nevelőedzőm, Kis Lajos bácsi a későbbiek folyamán. Ők voltak az, akik felismerték bennem a tehetséget, és egyből akkor videóton Serdülő csapatába irányítottak engem. Ki volt az a mestered, aki a Serdülőben, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kor egy fiatalnak, aki a Serdülőben irányította, segítette a lépteidet? Azt gondolom, hogy rengeteg olyan edző volt akkor a Vidinél az utánpótlásban, és nem szeretnék kiemelni senkit, mert nem akarok megsérteni senkit nyilván a felsorolásból, de mind-mind, akivel én annak idején együtt tudtam dolgozni, akár rövid, akár hosszabb ideig, mind-mind tisztelettel nézek a mai napig fel, és mindenkitől tudtam tanulni valami pozitívat, azt gondolom. Mik voltak az erényeid? Azt tudjuk, hogy tehetséges voltál, de szorgalom nélkül ma már és akkor sem lehetett eljutni az NB1-ig, illetve az NB1 kapujáig, és szépen sorban. Én azt gondolom, a legfontosabb számomra, hogy a győzni akarás. Én mindenben győzni szerettem volna, mai napig így van, és ez a lelkesedés, ez mind-mind kitartott a mai napig, illetve fiatalkoromban is véleményem szerint ez volt az, ami a pluszt adta.
nyilván az mellett sokan azt mondták, hogy tehetséges voltam. Gábor, voltak példaképeid? Természetesen. Akikre felnéztél a posztból adódóan, vagy egyébként? Természetesen. Én ugye mindig a Vidiben nőttem fel, és azáltal a Videótonban voltak azok az egyéniségek, Karsai Laci bácsiéktól kezdve az a korosztály. Aztán a későbbiek folyamán nyilván, mint minden fehérvári futballista, aki ebbe született bele, az UEFA Kupa csapat. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, és az volt a legnagyobb motiváló erő. És abból a csapatból rengeteg olyan futballista volt, akire én felnéztem, és a mai napig felnézek. Ideje korán oda kerültél az első csapathoz, és egy olyan időszakban, amikor még furcsa volt ez az időszak, hiszen én egy képet nézegettem, és itt Bauer Tibi kollégámmal, aki futballszakértő és sport szerető ember, arról beszéltünk, hogy abban a csapatban még ott voltak a régiek közül jó néhányan, de hogy visszautaltál az UEFA csapat, ugye Csongrádi Feri volt az edző, Szabó Józsi a másodedző, és a Horváth Gabi a technikai vezető. Ez a Szuna József elnöksége időszakát éltük, amikor ugye sárga-kék mezben feszített a Videóton, ha jól emlékszem, tehát párma színekben, ha úgy tetszik. Igen. És csak egy rövid felsorolás, hogy ki mindenki, hát ott volt a Mitringék, Bekő Balázs, Matus Sanyi, Diszpeti, Zimmermann, Dubec, László Csabi és a többiek, és természetesen te magad is. Ugye 94-et írtunk ekkor, és akkor a Videótonban lettél NB1-es futballista. Melyik volt az első mérkőzésed? Az első mérkőzésen én Békés Csabán mutatkoztam be, aki akkor abban az esztendben bronzérmes lett, és kikaptunk 1-0-ra, de rendkívül jó véleménnyel voltak rólam azon a mérkőzésen, és jobb hátvédként mutatkoztam be Szabó Károly vezetésével. Akkor még jó volt a vezetőedzőnk, őnála tudtam lehetőséget kapni, és óriási megtiszteltetés volt, hiszen az előbb említett nevek, azt gondolom, hogy mindent elmondanak. Az előbb beszéltem az UEFA Kupa csapatról, és az milyen érdekes, hogy éppen a Diszli Péter védett a kapuban kezdőként, akit ugye én csodáltam az előtte levő években, és az első bajnoki mérkőzésemen ő állt mögöttem. Tehát fantasztikus élmény volt ezekkel a futballistákkal együtt játszani, minden edzésen megfelelni, azt gondolom, hogy ez óriási motiváció volt számomra. Az, hogy 18 évesen sikerült bemutatkoznom az NB1-ben, mert a későbbiek folyamán még több mérkőzést játszani a Vidiben, ez fantasztikus élmény volt. Büszke volt rád édesapád és a családod? Természetesen. Természetesen. Aztán elindultál egy másik úton, Gásszer. Ugye az is egy rendkívül különleges időszak volt, annál is inkább, hiszen azt tudjuk, hogy a megyei első osztályból indult el a Gásszer, egészen az NB1-ig meneteltek, és jó néhány székesfehérvár élete, mi azt mondtuk, hogy Tőzsökeres Videóton futballista talált otthonra. Először Agárdon, aztán Akaszton, de hát ez egy másik történet. Hogy vezetett az utad a Gásszerhez? Első időszakban kölcsönbe kerültem át a Gásszerhez, Hartyani Gábor vezetésével menetelt ez a csapat. Rengeteg, ahogy említetted, fehérvári és Videóton kötődésű labdarúgó szerepelt ebben a csapatban. Ugye mai napig szívesen emlékszem vissza, hiszen aki ott megfordult ebben a csapatban, azt gondolom, hogy büszkén és tényleg szívesen emlékszik vissza arra az időszakra. Rendkívül jó közösséget alkottunk, és motiváltak voltunk, szerettük volna bebizonyítani, hogy nem lehet minket leírni, és ez az erő volt a legfontosabb, ez mozgatott mindent. Számtalan olyan futballista, nyilván tudjuk a menetrendet ilyen szempontból, hiszen rengetegen mutatkoztak ott be, és tudtuk végigmenetelni mind az NB3-at, mind az NB2-t, és az NB1-be is végig tudtuk vinnie. Nem is rosszul szerepeltünk, azt gondolom, hogy minőségi játékot mutattunk be abban az időben. Igen, hát Hartyáni Döni kezdte, aztán volt ott edző a Csongi is, áldott emlékű barátunk Májer Lali is az ifi edzője. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos időszak volt a parkerdőben, Agárdon, de Akaszton nem különben. Aztán Pécsre vezetett délre az utad. Ez miért? Úgy alakult az élet, hogy a Gásszertől el kellett jönnöm, és Pécsre kerültem le. Fél évvel, majd ezt követően ugye a Gásszernek a joga megszűnt, és pont a Pécs az, aki vette át, és újra NB1-be tudtam szerepelni. Rendkívül jó társak között, hiszen ott bontakozta ki a szárnyait a Gera Zoli, Kardos Ernő, Sólyom Csabi, még rutinos játékosok, Acél Zolival játszottam együtt, később Márton Gabival, aki jelen pillanatban a felnőtt csapatnak a vezetőedzője, úgyhogy nagyon szép 4 évet töltöttem ott.
Igen, az egy csoda pillanat volt, és közben már kacsingattál az edzői pálya felé. Mindösszesen 23 esztendős voltál. Én azt hiszem, hogy egy futballista, ha tudatosan készül a jövőjére, akkor nem érheti meglepetés. Tehát ez ilyen értelemben ez benned volt, hogy edzősködéssel is elkezdtél foglalkozni? Hiszen aztán most arról fogunk beszélni, hogy eljutottál a Pro licenszig, méghozzá egy veretes névsorral. Igen, abban az időben, amikor ott futballoztam Pécset, akkor indultak ezek a különböző licenszek az edzőképzéssel kapcsolatban, és felvetődött bennem, hiszen egy kicsit más szempontból vizsgáltam már az edzéseket is, meg az edzőket is. Jó pedagógusok voltak, Szapor Gábor, Róth Antal, akik ott az én edzőim voltak, és szerettem volna minél többet belelátni ebbe a szakmába, mind a mellett, hogy még mellette aktívan futballoztam, és ott adódott a lehetőség, hogy sikerült elvégeznem akkor még D-licenszet, majd a későbbiek folyamán B-licenszet, úgyhogy folyamatosan ebben gondolkodtam, és azt gondolom, hogy ez volt az első olyan lökés a futball szakma iránt. Melyek voltak a legfontosabb, az első állomásai az edzői pályádnak? Hiszen az edzői szakma, ugye 2017-ben kaptad meg a Pro licenszet. Méghozzá egy olyan névsorral, erről majd később beszélünk, hogy ki mindenki szerepelt abban a csapatban. Azt hiszem, hogy mindenki felkapja a fejét, mert a legendák vannak, a mai és következő legendák. Mi volt a legnehezebb, amit tanultál, és kiktől lehetett tanulni? Hiszen az edzői szakma az olyan, hogy példakép, az hiába van példaképet, ha nem figyelsz oda a folyton változó munkára, akkor nem jutsz semmire. Nyilván itt az első impulzus, ugye amikor először találkoztam, mint játékos edző voltam, éppen Sárszent Mihály, az előbb említetted, akkor megye 2, megye 1-es csapat volt, és még én is aktívan futballoztam, de mellette már edzősködtem. Tehát már szakmai szemmel néztem a focit, ez egy felnőtt csapat volt. Ott is rengeteg olyan játékos volt, akivel én még együtt futballoztam, de végülis edzőjük is voltam minden mellett, és ott volt az első ilyen impulzus, hogy hoppá, ez igazán érdekelhet, és ebbe az irányba kellene elmennem. Majd minden mellett még dolgoztam egészen pici gyerekekkel. A Phoenixnél kezdtem, majd később a Videotonhoz kerültem, az U18-as korosztálynál kezdtem 12 évvel ezelőtt, és mind-mind végigjártam a Samárlit, tehát rengeteg korosztálya foglalkoztam. Azt hiszem, hogy csak úgy belecsöppenni egyből a felnőtt futballba nem biztos, hogy a legjobb. Rendkívül fontos az, hogy az ember megtapasztalja a különböző korosztályoknál, hogy mi a fontos, mi az, amit akkor éppen súlykolni kell. És említetted és kérdezted, hogy ki az, aki a legnagyobb hatást váltotta ki nálam. Ezt sem tudom egyértelműen elmondani, hogy ki az edző személye. Sok edzővel dolgoztam együtt, és mint Hartyányi Gábor, Csongrádi Ferenc, Szabó Józsiék, mondhatom egy Jung Józsefet, aki az utánpótlásban nekem nevelőedzőm volt, és mai napig szívesen emlékszem vissza. Mindenkitől tanultam valami pozitívat, és ezt próbálom a mai napig is meríteni, ebből próbálok meríteni, hiszen mind-mind olyan pedagógusok voltak, akitől lehetett tanulni. Tehát pedagógusnak is kell lenni. A veretes labdarúgó pályafutás nem elég ma már, azt tudjuk. Tudatosnak kell lenni, tanulni kell, hiszen a gyerekek óvatatlanul is felnéznek az edzőjükre piciként, és csak azoktól hajlandóak elfogadni a tanácsot, bármennyire is jó a tanács. Tehát, hogy a tehetség nem elég, az a jó, ha a szorgalommal kézen fogva jár. Ez így van. Én azt gondolom, hogy a gyerekek is már kritikus szemmel figyelik az edzőket. Minden szempontból elég kis korosztályban is már lehet látni a tágra nyílt szemeket, és figyelnek, és mindent tudnak, és mindent lereagálnak. Azt hiszem, hogy ha kiskorban ez így van, akkor nagykorban, felnőttkorban ez még inkább jelentős, és nem lehet egyszerűen felkészületlenül oda menni, nem lehet az, hogy az ember nincsen képben azzal, hogy mit szeretne oktatni. Nyilván fontos az is, hogy meg tud esetleg mutatni, legfőképpen az a gyerekeknél, de azt gondolom, hogy a pedagógiának óriási jelentősége van a futballban. Ugye 2017-ben vetted át a diplomádat, a UEFA Pro licenszes diplomát, és utána, ugye, ahogy olvastam, hogy Szavics Imre segítségével voltál a Sturm Graznál, Lipcsében voltál. Én azt hiszem, hogy ilyenkor azért, amikor kitágul a világ egy embernek, aki ráadásul edző, és céljai vannak, tervei vannak, és szeretne minél jobbat és többet adni a gyerekeknek vagy a felnőtteknek, az óriási. Mi mindent lehet megtanulni külföldön? Mi az a más, amit
téged megragadott ebben? Azt gondolom, hogy óriási jelentősége volt annak az egy évnek, amit mi együtt töltöttünk ezzel a 24 emberrel a ProLicense keretein belül, hiszen maga csak az a 23, jó magamon kívül személy, aki ott akkor részt vett, már rengeteg helyről jöttek, ugye említetted külföldről, valaki már válogatottnál tevékenykedett akkor, a Lőv Zsolt akkor éppen Lipcsében dolgozott. Igen, aki most a Paris Saint-Germain. Így van, tehát olyan rálátásuk volt a külföldi focira, és igen, benne éltek, ami azt gondolom, hogy nekünk ott óriási pluszt adott. Az, hogy ki tudtunk menni Lipcsébe, és több napot ott töltöttünk, és meg tudtuk tekinteni az egész utánpótlást, a felnőtt csapatot, és végig tudtunk nézni egy olyan edzést, amit éppen a Nápoly ellen hangolódtak a mérkőzésre, majd utána megtekintettük a meccset. Ez mind-mind azt gondolom, hogy aki ilyen helyekre jár, és tényleg benn van a fociban, az hatalmas töltetet tud kapni ettől. Az, hogy az Imrével olyan viszonyt sikerült kialakítani a Szabíccsal, hogy bejárásunk volt a Sturm Graznál, nyilván ő neki köszönhetően, hiszen ő ott egy legenda, és olyan emberekkel találkozhattunk ott, és olyanokat láthattunk, azt gondolom, ami a labdarúgásban itt Magyarországon csoda. Nem érdektelen, hiszen megemlítettük Lőv Zsoltot, akkor már mondjuk a többieket is, hiszen mondtam, hogy ez egy veretes névsor, tehát Lőv Zsolt, aki most a Paris Saint-Germain másodedzője, aztán Kuttor Attila, ott vannak a Bekben a négyben, vagy Bajnokok Ligája most már, bocsánat, ott van Kuttor Attila, aki mindenek legtöbb mérkőzését játszott egyébként a Videótonban, és azt mondom, hogy a jövő szövetségi kapitánya, ez csak magánvélemény. Aztán Lisztes Krisztián, aki szintén, igaz, hogy egy kicsi más úton indult el, de most is ott van a labdarúgás a magyar futball vérkeringésében. Szabics Imréről esett szó, hiszen ő az Ausztria Nemzeti Együttesének másodedzőjeként. Aztán Szélesi Zoli, Szanyó Karcsi szintén ott van, Schindler Szabolcs nem különben, Márton Gabi most a MOL-Fehérvár vezetőedzőjét, Klaus Varga Attila, de aztán ne feledkezzünk el Marko Edináról, hiszen egyre nagyszerűbb a női válogatott, és ezt jó rész neki köszönhető, mert egy remek edző és remek ember. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan névsor, ahol hát kiemelni tulajdonképpen nem is kell senkit. Itt ilyenkor barátságok is szövődnek. Tartjátok-e a kapcsolatot? Beszéltek-e egymással arról, hogy milyen külföldön, milyen itthon, milyen új tendenciák vannak, mit lehet megtanítani? Természetesen óriási megtiszteltetés volt egy ilyen társakkal együtt dolgozni ott az egy év alatt. Azt gondolom, hogy a mai napig is fent van a kapcsolat, és bárkit bármikor fel lehet hívni egymást, szívesen tájékoztatjuk bármiről, és bizony vannak olyan szakmai szemléletváltások ilyen szempontból, hogyha esetleg külföldön mi újdonságot találnak, akkor azt gondolom, hogy azt megosztjuk egymás között. Úgyhogy ez működik a mai napig, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Na akkor jöjjünk haza, de illetve a megyébe Csákvár. Igen. Nagyon sokan felkaptuk a fejünket annak idején, amikor Viszlóék kitalálták, hogy Csákváron viszont egy olyan csapatot kell építeni, ami előre mutat a megyében is. Én azt gondolom, hogy egy remek gondolat nagyszerű megvalósítással társult. Milyen volt Csákváron? Csodálatos 9 évet töltöttem ott. Azt gondolom az utánpótlásban is, és a felnőtt csapatnál is Nagy Sándor irányította Csákvár. Mai napig büszke lehet arra, amit elért, mert tényleg belegondolok abba, hogy a megye egyes bajnokságot 100%-osan nyertük meg, az szerintem egyedülálló, és a mai napig büszkeséggel tölt el mindenkit, aki ebben részt vett. Az, hogy sikerült úgy menetelnünk, hogy mind a megye egyet, mind az MB3-at megnyertük, az MB3-at kétszer is, és feljutottunk az MB2-be, és én ennek részese lehettem bármilyen pozícióban is. Azt gondolom, hogy ez örömteli, és tényleg szívesen emlékszem vissza ezekre az időszakokra. De akkor a mostani tabellát is szívesen nézed? Természetesen igen. Mert mindig azzal kezdődik, bár a Nemzeti Sport szakírói most már azért tudják, hogy nem lehet eltemetni, de azért mindig óvatos derülátással foglalkoznak, hogy hát, ha nem esik ki a Csákvár, holott azért most is ott vannak az élen, mint tudjuk. Ráadásul egy remek folyamat zajlik ott.
No, aztán ha továbbiakat nézzük, én egyszer felkaptam a fejem, mert azért nyilván figyeljük a székesfehérvári edzők pályafutását, amikor szóba került, ugye Schindler Szabolcs lemondott a Dorognál, csak itt röviden, és a nemzeti sportban az jelent meg, hogy te vagy a jelölt, aztán mégse úgy történt. Alapvetően ez nem volt igaz. Ez nem volt Tehát igaz. Ez egy hírlapi nemzeti Igen. sportos kacsa. Tehát megtaláltad a helyed a Videótonban, illetve MOL-Fehérvárban, de nekünk Vidi marad nyilvánvaló. Kicsit beszéljünk akkor az idei évről, ugye megvan az első győzelem. Mennyiben következő lépcsőfok egy NB3-as együttes egy olyan csapatnál, ami egyértelműen bajnoki címre tör, nemzetközi kupa szereplésre pályázik, általában külföldi az edző, bár most a Márton Gabi személyében ugye megérkezett a magyar mag, a rendkívül tehetséges edző személyében, és nyilvánvaló, hogy azok a játékosok, akik a te csapatodban játszanak, kevés kivétellel nagyon kevés esélyt kapnak, hogy a bajnok esélyes első csapatban játszanak. Mi ilyenkor az edző feladata? Hiszen nyilván rendkívül tehetséges csapat a tiéd. Tehát nagyszerű emberek, remek játékosok. És mégis azt látjuk, hogy kirajzanak NB2-be, illetve ki, hova. Tehát ez most mindegy. Mi az edző legfontosabb dolga ilyenkor? Elsősorban itt a MOL-Fehérvárnál a legfontosabb az, hogy a utánpótlás generációból bevezessük az NB3-as csapatot, azért bevezessük a felnőtt fociba ezeket a gyerekeket. Ez a kulcs. Ez nem megy egyik napról a másik, nyilván ez egy hosszú folyamat. Az, hogy valakinél hamarabb működik ez a dolog, valamely játékosnál, ez is elképzelhető, de nyilván nem megy egyik napról a másikra. A legfontosabb feladat az, hogy a felnőtt fociba való bevezetés, és próbáljuk építeni a játékosokat ilyen szempontból. A 17-19-ből kijövő generációnak az első lépés az, hogy az NB3 felnőtt foci. Ezért fontos az, hogy az NB3-as tagságot megtartsuk, hogy a későbbi generáció számára is ez a lehetőség meglegyen. Nyilván adva van a lehetőség, és eddig is működött, és a későbbiek folyamán is működni fog, hogy amennyiben az NB3-as csapatból igényt tartanak játékosokra, akár edzésre is, vagy mérkőzésre, vagy edzőmérkőzésre, ezt a mai napig ugyanúgy működik, és szerintem a játékosoknak ez a óriási lehetőség. Hogy be tudnak mutatkozni edzésre, meg föl tudják magukra hívni a figyelmet, és ez a legfontosabb. A másik szempont meg, hogy azoknak a játékosoknak, aki az NB1-es csapatban játszik, és kevesebb lehetőséget kap, vagy sérülésből jön vissza, adjunk egy alternatívát mérkőzés szempontjából. És ez, hogyha egészségesen működik, akkor ez tud egy jó eredményt produkálni. Nyilván az más kérdés, hogy az NB3 után van még egy lépcsőfok, az NB2. Valakinek végig kell járni ezt a szamárlétrát. Nagyon ritka az, aki az NB3-ból egyből be tud mutatkozni az NB1-be. Nyilván ez egy folyamat, és azon dolgozunk a klubnál, hogy megadjuk a lehetőséget kooperációs szerzési jelen pillanatban ugye a Budaörs, hogy ott is lehetőséghez jussanak NB2-es szinten hát a játékosok. Igen, a Bognár Gyuri, akivel együtt dolgoztam egyeken keresztül Csákváron. Úgyhogy ebből a szempontból a közreműködés az megvan. Így van, kivételes lehetőség, hiszen a Zsóri Dani is ott játszott rövid ideig. No, ami még nagyon-nagyon fontos, tehát én most már azt látom, hogy ezek a fiatalok jó kezekben vannak, viszont kell, hogy beszéljünk a családodról, mert amikor beszéltünk édesapádról, tehát ez nem szűnik meg semmiképpen, hiszen a gyermekeid is futballozni fognak. Hát nyilván így adta az élet, hogy én édesapámtól örököltem a labdarúgás szeretetét, az én gyermekeim is, három gyermekem van, Dorina lányom, aki 15 éves is a Videótonban futballozik, és a két kisebb fiam, Szabolcs és Zsombor is szintén a Vidi utánpótlás csapataiban pallérozódnak. Én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy jól érezzék magukat, aztán, hogy mit ad az élet, és hogy mi válik belőlük, nyilván ez rajtuk múlik. Én minden segítséget megadok ebben, úgyhogy szeretem őket, úgyhogy ez a legfontosabb. Milyen álmaid vannak, Gábor? Az álmaim? Nyilván a legeslegfontosabb az, hogy az egészség meglegyen, és a családomat is ilyen szempontból egészségesnek lássam. Az álmok meg nyilván az, hogy tudjak egyszer majd egy olyan helyen dolgozni, ahol minden lehetőséget megkapok arra, hogy komoly játékosokkal magas szinten tudjam bűzni ezt a szakmát.
történjék így, nincs kétségem felőle, hogy így lesz egyébként. Nos, hát én pedig ezen felül jó egészséget kívánok a családodnak, mindnyájatoknak, és azt gondolom, hogy továbbra is már bújjuk a sportot, és nézzük az eredményt, hiszen jó úton indult el a harmadosztályú csapat, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tóldi Gábor volt az vendégem, a MOL Fehérvár NB3-as együttesének vezetőedzője. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!